Köszöntöm Önöket, ez itt most már a Start Plus, úgyhogy ennek megfelelően kulturális témával kezdjük. Két vendégem is van, Vince Lila énekesnő, ha bárkinek be kell mutatni, illetve Dóka Attila dalszerző. Jó reggelt, Gusztok! Jó reggelt, szia! Ha jól tudom, nagyon termékeny év áll mögötted. Mennyire volt ez termékeny, és miben boltosult ki? Hát sok dalban leginkább, illetve hangos könyvekhez írt zenékben, illetve hát még mégis ez egy tavalyi dolog, de ez egy folyamatos, hogy ugye tavaly megjelent egy ilyen versmegzenésítéseket tartalmazó CD-m, és olyan folyamatosan készülnek továbbiak is, de hát vannak a versmegzenésítések, a hangos könyvek, ez a zenék, illetve a saját számok, és ami hát egy nagyon fantasztikus új elem az én pályámon vagy a karrieremben, az azt ugye találkoztam Lillával, és így már vannak közös dalaink is, erre nagyon büszke vagyok. Milyenek ezek a dalok, amiket ért neked? Az Attilában van egy olyan kis költészet, mindig most szoktam neki mondani, egy kicsit Puskini nekem az egész lényében. Azért ez elég szép dicséret. De ez a, nem csak az irodalmira, hanem az egész lényére gondolván, hogy van egy ilyen romantikus, neoromantikus, és ez pontosan azért nagyon kedves és szép, mert idézi azokat az éveket is, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt valamikor, és nagyon szép, mert a költészet, az irodalom, ugye én magam is onnan indultam, az irodalom részéről a hajdanán, mikor úgy kezdtem el zenélni, az irodalom órákon a gitárral, és hát a gitár. És az, hogy egyben a szöveg, a dal, a gitár, az ember lényéhez igazítva szinte, mert ez egy nagyon fontos egy zeneszerzőnél, hiszen én is mindig dolgoztam drága zenekarommal együtt, meg magam is írtam, meg írok, de az nagyon fontos, hogy ő úgy bele tud bújni az embernek a lelkébe. És ez egy nagyon érdekes, tehát nem asztalfiók, hiszen mindnyájunknak van sok-sok olyan dal, amit bizonyos helyzetekben elő lehetne venni, hanem ő tényleg a lelkemhez, és sikerült olyan gyönyörű dalokat, amit a születésnapi vízi cirkuszos születésnapi 30 évfordulós koncerten is énekeltünk együtt a cirkuszban, és hát folyamatosan koncerteken is vendégünk Dóka Attila, hiszen a Napoleon Bulvárral folyamatosan koncertezünk a megújult zenekarral. És hát nyilván van ezzel kapcsolatban az, hogy a jövőben is tervünk Lillával, tehát mivel hogy folyamatosan készülnek azért a számok, mindenképpen gondolkozunk egy ilyen közös projektben, egy közös lemezben, amit nagyon szeretnénk azért jövőre már megjelentetni, azt gondolom. És hát karácsonyozunk, ugye, mert itt december 16-án van egy kedves művészeti klubom, úgy hívjuk, hogy Kocka Cukor. És ott pont Kocka Cukor? Hát azért, mert hát azt mondja Attila, meg a vendégek elmondják, mert igazából ez egy gyönyörű régi épületben van, Benc úrházban, és azért Kocka Cukort, mert minden két hónapban zajlik, és különböző művészeti témákat előveszek, tehát átjárhatóság a művészetek között, zenélünk, de mindig nagyon van egy fő témánk. Általában egy motója az estnek, és én vagyok a házi asszony, és akkor interjúvalom a kedves vendégeimet, pontosabban beszélgetünk, és mindig kitalálunk zenéket. Most karácsonyi műsor, meglepetés műsor lesz a zenekarral, a Napoleon Bulvárral, Dóka Attilával, nagyon-nagyon jó tanítványaimmal, és hát ezt folytatjuk 17-én egy különleges, legendás helyen, 21-én meg megyünk Gödöllőre, a Művészetek Házába, ami megint egy kedves, nagyon visszajáró helyünk. Hát a sőről lesz a december. Egy pillanatra visszatérnek ahhoz, amit említettél, hogy költészet és zene kapcsolata. Azt jól érzékeljük egyébként, hogy ez egyre inkább jellemző. Tehát amire én például felfigyeltem, hogy nagyon fiatal zenészek, akik ilyen kis lazaki zenéket játszanak elméletileg, hogy nálunk is egyre jellemzőbb, hogy konkrét versekhez nyúlnak, vagy akár olyan szövegeket írnak, amiknek van önmagában is szép irodalmi értéke. Hát azért ez egy természetes folyamat. Mindenki, vagy nem is azt mondom, hogy mindenki, nagyon sokan azt gondolják, hogy a könnyűzeneiben a szöveg nem annyira fontos, hiszen... De volt egy idő, amikor szerintem így volt. Hát nem. Vagy tévedek? Nyilván vannak olyan stílusok, ami alapvetően nagyon a ritmusra épül, ott azért meg lehet oldani egy-egy frázissal, ahol annyira dominál maga a ritmika. Tehát vannak ilyen műfajok. Bocsánat, most... szerintem volt egy takarítónős időszak, amikor így nagyjából ezuralta az ilyen típusú zenék a azért és ez talán változott. Igen, ez abszolút változott, abszolút visszajött az, hogy inkább a zenéről szóljon a zene, és ez társulnak az igényesebb szövegek, és azért nyilván van a versek, azok a legigényesebb szövegek. Tehát ez egy abszolút természetes folyamat, hogy ahhoz nyúlunk vissza, mert én azt szoktam mondani, hogy azért egy igazán jó szöveg, egy versszerű szöveg, az már fél siker.
Tehát ha azzal az ember jól bánik, akkor nagyon-nagyon komoly mondani való számokat lehet írni. Azért én a popzenészeket egy picit úgy védem. Én pop, úgy hívom, hogy mai zene. Klasszikus zene, hiszen én magam is olyan alapokkal működöm. Valóban úgy kezdtem el játszani, hogy vers megzenésítések, Dévai Nagy Kamilla drága mesteremmel, de én azt gondolom, hogy az akár a zenekaromra is az volt a jellemző, vagy akikkel együtt zenéltem, korszakaiban kitűnő szövegírókkal. Tehát ma már a popkultúra nagyon fontos, hogy azért a popkultúra, a magyar popkultúrában is azok a zenekarok, akikről beszélhetünk, legyen az a Bikini Omegától kezdve a klasszikusok, nem beszéltünk klasszikus rockkultúráról, de a Napóleon Bulvárnak is azért büszke vagyok a szövegeire. Tehát én szerintem ezek már nagyon mit fontosak. Mit szeretsz egyébként jobban, ha te magad írod, hiszen azt, ugye azt mondtad, hogy te is írsz, is, vagy ha más ír neked? Érdekes, hogy a Napóleon időszakában inkább, most már legújabban én is írok szövegeket, ott korábban azért nem írtam, mert volt, aki Erdész Robert kitűnő szövegeket írt, és amikor valaki nagyon jó szövegeket ír, akkor én inkább a dallamban veszek részt, és ez számomra nem elhatározás, hanem tényleg az dönti el, aki azt gondolom ebben az helyzetben jobban műveli ezt a dolgot. Tehát ez nem egy ilyen, hogy kiosztjuk egymásnak, tehát vegyesen egyébként. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük mi is.